Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban ezt a Pico Vectront fogjuk ellátni, ezzel a DigiTools DigiSound 5.5-ös hangdekóderrel, amin a legújabb Vectron hangjuk található, és megnézzük, hogy hogy muzsikál a hangdekóder a terepasztalon. Először is ugye szét kell szednünk a Pico Vectronját. Kicsit trükkös a dolog, a használati útmutató viszont megmutatja nekünk, hogy itt a forgóvázakat kicsit félrehajtva, itt van 4 darab kis csavar, és ezeket kell nekünk kicsavarozni ahhoz, hogy le tudjuk emelni a mozdonynak a kaszniát. Én már egy kicsit előre dolgoztam itt a dolgokkal, és csak egyetlen egy helyen hagytam benne egy csavart, ígyni. Ezt ki is csavarom. Vigyázni kell arra, nehogy elvesszük a kis csavarkát. Ezt ide lerakom a mágnesre. És akkor le tudjuk venni a mozdony kaszniát. Ugye így néz ki a Pico-nak az elektronikai panelja. Itt található a régi dekóder, ezt én ki is húzom innen. Illetve ugye itt található egy hely a hangszórónak, és itt találhatóak a forrasztási pontok. Kezdjük is a hangszórónak a beépítésével. A hangszóró beépítéséhez forrasztanunk kell majd. És a kis zacskóban egy ilyen kis Celtec hangszóró érkezik vezetékkel, ezt ide fogjuk majd tenni, illetve ugye a vezetékeit ide a forrasztási pontokra föl fogjuk forrasztani. Itt van egyébként ez a 2 darab ilyen kis forrasztópad. Ide kell majd nekünk páka segítségével fölforrasztani a vezetékeket. Nagyon figyelni kell hangdekóder beépítéseknél, hogy semmiképpen ne okozzunk rövid záratot, hiszen könnyen tönkre tehetjük a hangdekódernek a végfok kimenetét. És akkor most ide is forrasztjuk a két kis vezetéket a két forrasztási pontra. Így. Hangszóró pedig egy kis kétoldalú ragasztó darabban rögzítem ide a hangvödörbe. A Pico hangvödre az ilyen kis kerek hangszóró befogadására lett tervezve, viszont én meghallgattam ezeket az interneten, hogy hogy szólnak ezek a kerek hangszórók, és hát nem a legszebb hangot adják ki magukból. Hát hasonlóak, mint a Zenemino hadnak a kis hangszórója, gyakorlatilag mély hang az nem nagyon van bennük. Ez a kis Celtec, ez szerintem jobban fogja tenni itt a dolgát. Ezt ide szépen be. Behelyezem, megnézem azért még egyszer, hogy rendben sikerült a forrasztás. Eligazgatom a kis vezetékeket. Ígyni. Nincs. De ezt szoktam megnézni, hogy nehogy véletlenül itt a kettő között átfoljon a forrasztóanyag, és akkor rövid záratot csinál, de itt ez szépen sikerült, úgyhogy ezzel meg is volnánk. Én általában mindig a hangszóró beforrasztása után teszem be a dekódert, nehogy véletlenül valami történjen, be lehet tenni előtte is, szerintem ez csak nálam ilyen kis babona. Ugye arra kell figyelni, hogy itt a kis index láb az ugye jó helyre kerüljön, itt a panelen is látszik, hogy ugye ott egy helyen nincs kiugasztva a panel. Ilyen szépen ide fölhelyezzük, és be is esik a helyére, benyomjuk, és kész is vagyunk a beépítéssel. Így néz ki a mozdony. Gyakorlatilag már csak annyit kell csinálni, hogy szépen a kasznit megfelelően ráhelyezni az alvázra. Itt ugye arra kell figyelni, hogy itt van egy 1-es, és itt fönt is a mozdony kaszniából belül van egy 1-es oda ráfröccsöntve, hogy jó irányba legyen az egész, szépen ráhelyezzük. Egy,
egyébként egy picit pattan is, tehát vannak benne ilyen kis kampócskák, de az egésznek a tartását ugye ezek a kis csavarok végzik, és akkor innentől kezdve már csak annyi a dolgunk, hogy a kis csavarokat a helyükre tegyük. Ezzel is érdemes vigyázni, én ezzel a kis csipesszel szoktam beleejteni a helyükre a csavarokat, hogy jó helyre kerüljenek biztos, mert hogyha beesik oda-be, akkor szedhetjük szét az egész mozdonyt ismételten előről, amit nem feltétlenül szeretnénk. Kész is vagyunk a mozdonyunkkal, tegyük fel a pályára, és hallgassuk meg, hogy hogyan szól, és milyen hangok jönnek ki belőle. Thank you.
És akkor pár gondolat így a végére, és egy összegzés tőlem. Szerintem egy nagyon jó hanganyag készült a mozdonyhoz. Nekem kifejezetten tetszenek a különböző ilyen kis kiegészítő hangok, mint a kerékcsikorgás, homokoló, a ventilátorok fölpörgése, az két fokozatot is tud, illetve a rossz pálya hanggal is nagyon jó kis effekteket lehet hozzáadni a kis játéküzemünkhöz. Abszolút meg vagyok elégedve ezzel az új dekóderrel és hanganyaggal. Szerintem, hogyha hangosítani szeretné valaki a Vectronját, tényleg érdemes ebbe elgondolkodni, hiszen jelentősen kedvezőbb árértékarányú ez a dekóder, mint akár a Pico-nak a gyári dekódere, akár pedig a Roku gyári dekódere. Arról nem is beszélve, hogy a hanganyag rendkívül tiszta, rendkívül szépen szól, köszönhetően ez ugye ennek a kis Celtec hangszórónak, illetve a felvett hang minőségének is valószínűleg. A dekóder gyári beállításaihoz én nem nyúltam, gyárilag nekem nagyon tetszik, hogy elég szépen hozzá van hangolva a Pico mozdony karakterisztikájához, gyakorlatilag egy címet állítottam be, és amit itt láttatok a videóba, ezeket a gyorsulásokat, lassulásokat, lassú menetet, ez mind gyárilag így föl van programozva, nem kell ezzel nekünk sem már foglalkozni. Egyáltalán nem titkoltam, nekem mindig is a Digitools felé húzott a szívem, többek között azért, mert eddig egyetlen egy eszközükben sem csalódtam, mindig minden tökéletesen teszi a dolgát, továbbá nagyon hasznos az, hogy ugye magyarországi cégről beszélünk, hazai támogatás van hozzá, részletes leírások találhatóak róla mind a gyártó honlapján, mind pedig el lehet hozzájuk menni akár e-mailben, akár cseten, és általában nagyon készségesen segítenek mindig, hogyha az embernek bármi problémája akad. Illetve a budapesti ügyfélszolgálati irodájukban is tudnak személyesen segíteni a modellezőknek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további jó modellezést kívánok mindenkinek, és szép napot!